Ali papi, mami, eljött az idő, mondjuk a ASMR-ben hallhattátok a hangját, ez a VD-húka szénkonzol. Hát ugye divatossá váltak ezek a Nagrani, meg ezek a hasonló ilyen orosz szénkonzolok, ami igazán ilyen bivajerős anyagból vannak már, tehát teljesen mások, mint az elődjei. Oduman, Ignis, ugye a Lotus 1-2, ugye ez mind-mind más kategória. Itt egy sokkal masszívabb és precízebb dologról van szó. Hát a VD-húka is beszállt ebbe a bizniszbe, és megalkotta ezt a szénkonzolját. Anyagát tekintve V2 a rozsdamentes acél, tehát teljesen hasonló anyagból van, mint maga a vízipipa. Ez azt eredményezi, hogy rendesen súlya van a dolognak. Le is mérhetem akár, hogy mennyi a súlya neki kíváncsiságból. A VD-húka konzolnak 264 g a súlya. Ha mondjuk egy replikát, egy Lotus-t lemérek, akkor láthatjuk, hogy ez 74 g, tehát azért elég durva különbség van a kettő között. Tehát, vagy mondjuk egy Ignis-t, ami tényleg ilyen nagyon kis alumínium ötvözet, az 44 g az egész. Tehát valószínűleg ezért is nehéz az Ignis-szel bánni. Középen találhatóak a lyukak, illetve van belül egy ilyen csiga alakzat, amire felfekszenek a szenek. Ugye a lukacsokon keresztül jön, vagy adja át a hőt, mint az összes ilyen szénkonzolnál, annyi különbség van, így körbe-körbe lukas, tehát nagyon jó hőleadással rendelkezik a VD-húkának a szénkonzolja. Az alakját tekintve meg, hát nekem kifejezetten tetszik, főleg azért, hogy a teteje olyan, mint valami csavarkulcs, amit meg lehet fogni a széncsipesszel is. Ez egy nagyon jó ötlet szerintem, illetve az oldalán is vannak még különböző lukak. Általában kettő darab szénnel működik, én egy harmadikat mindig a tetejére teszek, de kettő darab szén tökéletesen elfér benne. A kapacitása ugye az 2-3 szén, legalább 6,1 és max. 7 cm közötti belső átmérői fejekhez használható, tehát ugye kerámiákhoz, illetve dohánytölcsérekhez. A magasság az 2,5 cm, a külső átmérője 7,4, a belső tálaló átmérője az kb. 5,7 és 7 cm, zárójelben kúpos, mert ugye itt van rajta egy ilyen kúpos rész. Azt kell tudni, hogy gyakorlatilag az összes normális szabvány fanel kerámiához jó, szerintem nagyon jól ül rajta, egy picit a perem talán kevés, lehetne több, de akkor meg maga ez a belógó rész, ami középen van, az sokkal lentebb lenne, tehát valószínűleg ez ezért is van, és szerintem ez így elég tökéletesen hangzik. Hogyha túltömjük, akkor erre is azért rá tud égni, tehát itt hasonló problémák azért adódnak, mint bármelyik szénkonzola, de hát szerintem ez már nem a szénkonzolnak a hibája igazából, hanem tömés függő, tényleg volt egy videóban, megmutattam, hogy még olyan jó hangja van így. Halljátok még mindig, hogy milyen jó hangja van? Most tehát akkor rajta van kettő darab bukkokó, ahogy ezt a gyártó ígéri nekünk, hogy kettő bőven elég rá. Én egyébként raknék rá egy harmadikat, de most szándékosan így próbáltam, de egyébként mindig hárommal csinálom, és akkor erős, akkor leveszem a tálcára, és akkor később azt cserélgetem, illetve néha egyel is, hogyha éppen úgy van. Hát igazából egy szénkonzolról mit lehet elmondani? Hát nyilván ebből nem lehet egy hosszú videót sem, meg nem is akarok, hogy hosszan beszélek egy szénkonzolról, hiszen ami a lényege talán az, hogy kompatibilis legyen a különböző kerámiákkal, tehát kompatibilis az összes ilyen oblakóval, a ilyen különböző szabvány fanelekkel, amire rámegy a Lotus 1-2, Ignis, ezekkel kompatibilis. A hővezetése az szerintem nagyon jó, mivel ez egy erős anyagról van szó, ezért sokkal több ideig kell várni vele, mint egy replikával, vagy hát a Ignisről már is beszélünk, mert az ugye az egy kényes darab. Hát legalább egy ilyen 8-10 percet legalább várni kell vele. Egy 8-at biztos. És addig nem is szabad hozzányúlni, amíg szépen lassan hevül, főleg, hogyha nem így túl tömés van, hanem tényleg csak ilyen normál tömés. Hát tapasztalatból, amit el tudok mondani róla, már több mint egy hónapja használom, egyébként mindenképp akartam a negatív, pozitív dolgait elmondani. Abszolút pozitív nekem, tehát sokkal jobb, mint egy amivel eddig pipáztam.
sokkal könnyebb vele bánni, a minikhez egyedül nem ajánlom. A minivel valahogy nem jó, túl sok neki ez az anyag. Tehát egy minire ráteszem, és szétégeti. Viszont egy normál kerámiákhoz, én azt mondom, hogy ez nagyon csúcs kategória. Tehát ilyen élményem még nem volt pipázás közben, hogy ennyire finoman kezelje a hőt. Tényleg, hogyha leveszem, akkor nem az van, hogy most megint sok neki, megint, ha leveszem, akkor tényleg lejjem, mert finoman, olyan, amikor a szeneket pakolod rajta, mintha lenne egy ilyen kis finom szabályzó, amit fölállítok, és akkor, hogy mennyire legyen jó. Tényleg tökéletes a hővezetése, nagyon-nagyon jó. Erős, masszív kerámia, tehát ha lejted, akkor nyilván nem fog eltörni, nem fogod elhagyni úgy, mint mondjuk a szegény Igniszt, ugye elgurul, és annyira kis könnyű darab, tehát ebben van craft. Külön, ami még tetszik nekem, az az, hogy így egyszer meg lehet fogni így az egész konzolt, tehát így föl lehet emelni, nem tudom, látjátok-e, tehát meg tudom emelni ettől a kulcsos kinézetétől, amit egy ilyen csavar, vagy egy ilyen csavar kulcssal lehetne megfogni, és akkor ez pont azért vannak, szerintem, ezek a leesztergált részek, hogy meg tudjad fogni, úgyhogy nekem az nagyon-nagyon tetszik. Hát azt az iccát meg nem tudtam kihagyni, hogy egy VD Hooka Bogotából pipázom, egy VD Hooka kerámiával és egy VD Hooka konzollal, úgyhogy gyakorlatilag most egy teljes VD szettet tesztelek úgy, ahogy a gyártó szeretné, ami nagyon ritka, mert általában, ha már ők így találták ki, akkor elméletileg ez így oké. Tényleg erre lehet mondani, csak én szuper latinuszokban tudok beszélni a konzolról, engem nagyon meggyőzött. Én örülök neki, hogy az orosz vonal mellett van már ez a német verzió is, ami követte azt a trendet, hogy igen, egy masszív darabról legyen szó. Nem kellnek ezek a hülye mini hősapkák rá, szerintem egy teljesen értelmetlen, erre is rá lehet tenni a hősapkát, pont ráfér. Mármint egy ilyen nagy hősapkát, tehát külön hősapkája ennek sincsen. Ezeket teljesen értelmetlennek találom, ezeket a pici hősapkákat, van akik ettől függetlenül szeretik, én annyira nem. Szóval engem minden szempontból meggyőzött, hogyha valaki próbált, akkor nyugodtan kommentbe írja le nekem a véleményét. Engem 100%-ig meggyőzött, negatívot csak annyit tudtam felhozni, hogy a minihez talán túl erős ez a kerámia. Amúgy meg azóta ezt használom, tehát nem tudok róla lekattani. Egyszerű, masszív, baromi jó a hőkezelése, nem kell vele szarakodni, oda dobott, csinálja a dolgát. Nem égeti meg a dohányt, hogyha picit kapar, akkor tényleg visszaállítod. Tökéletes szénkozva. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ezt a videót pedig Alex szponzorálta. Na papi. Ha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozz fel, vagy dobj egy lájkot a videóra. Van Facebook, Insta, TikTok támogatási lehetőség minden leírásban. Na papai, 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 papai.